Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mi az erdélyi szerzetes házzal jutottunk be ide. Ez egy előző fél évben kiadott projektünk. Ezt szeretnénk most röviden bemutatni. A helyszín és a feladat is kötött volt. Egy épületegyüttest kellett terveznünk a Városrend számára a Balaton felvidéken, a Tálodi létre. A Tálodi réten keresztül halad a kék túra útvonal, ennek köszönhetően azt az ártabb szerzetesi életformát egy kicsit nyitottabbá tettük, ugyanakkor a szerzetesi ház meg tudta őrizni a zártságát. A Tálodi réten található egy 16. századi páros kolostornak a romjai, emiatt is szerencsés a helyszínválasztásunk. Az épület együttes egy zarándokközpontból, egy kápolnából és egy szerzetes házból áll, aminek a tervezését mi vállaltuk. A helyszíni bejáráson kívül volt szerencsénk találkozni egy páros szerzetessel is, mint vendégelőadó. Ez egy fontos lépése volt a projektünknek. Megismerkedhettünk a szerzetesi életformával, ami talán a hétköznapi emberek számára extrémebbnek tűnhet. A pálos rend egyébként az egyetlen férfi remete rend. Mai napig őrzik a régi szokásaikat, ilyen például az imádság, a vezeklés és a főként a magány. Viszont nem idegen számukra a modern társadalomban való részvétel, így a közösségi tevékenység nagyon fontosak számukra. Így két fő funkciókat vettünk figyelembe. Az első, hogy a természet adta lehetőségeket kihasználjuk, illetve hogy összhangban legyenek a természet nyitottsága és a pálosoknak a elszigeteltsége is. És így alakult ki számunkra a változatos tömege az épületnek. Egy ilyen erdei szituációba való tervezésnél alapvetően elvetettük a nagy tömegek lehelyezését, és próbáltuk minél kisebb tömegekre bontani. Így a kialakult kis kertekben a természet ezeket benőhette, és így az épület egy sokkal erősebb kapcsolatot tudott kialakítani a környezetével. Az épület kis tömegekre bontásával viszont elértük azt is, hogy minden egyes hálóblokknak két megközelítése van, és így a kerten keresztül mindegyik blokkot lehet használni külön-külön elszigetelten is, és ezeket a funkciókat összekötő áramló közlekedő pedig összeköti ezeket, és egy kiteresedő közösségi funkciót ellátó térbe érkezik. És ez a folyosó pedig egy régi szerzetes házaknak a kerengő udvara ihlette, félig nyitott belső udvar fog közre. Megjelenést illetően fontosnak tartottuk, hogy érzékeltessük a szerzetes és remete életforma puritán hozzáállását, ugyanakkor a mai páros szerzetesek modern társadalomra való nyitottságát is, és így megpróbáltuk a lehető legeslegolcsóbb építőanyagok felhasználásával modern tereket kialakítani, és az ebben megjelenő kisebb belső építészeti elemek is tisztán funkcionálisak, mint például ugye itt a kályha. Szerkezeti kialakításba is próbáltuk átfűzni az előbb említett puritánságot, és mindenképp megpróbáltuk minimalizálni a helyszíni építkezés időtartamát, ezért egy elemes építésmódot választottunk, amit végül egy talajcsavaros alapozásra fektettünk. Így az elemek előre gyárthatóak, könnyen kivihetők a helyszínre, és ott szerelési
szerelési munkálatokkal összeszerelhetők. Köszönjük a figyelmet!